Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Ultrahang különkiadása, én Király Tamás vagyok, és ezúttal Izraelből, méghozzá Jeruzsálemből jelentkezünk egy különkiadással, ugyanis egy úti beszámolót fogunk készíteni. Itt vagyunk Izraelben most már több napja, jelenleg Jeruzsálemben tartózkodunk egy különleges helyszínen, az Austrian Hospice házban. Ez az osztrák-magyar monarchia idején egy osztrák-magyar menedékház volt, gyakorlatilag zarándokház volt. Ennek a teraszára ültünk most ki úti társaimmal, hogy megbeszéljük azokat az élményeiket, amelyeket eddig Izraelben szereztünk. Itt van velem a feleségem, Király Kinga, és munkatársunk Longauer András. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket is! Szervusz, Tamás! Sziasztok! Na, egy kicsit ugye nehéz lesz, mert ez nem az a hagyományos formális interjú, inkább benyomásokat szeretnénk adni a kedves hallgatóknak Izraelről, arról az Izraelről, amely ugye október 7-e óta háborúban áll. Emiatt nekünk nagy kérdés volt, hogy egyáltalán eljöjjünk el, lévén, hogy ezt az utazást még a háború előtt terveztük, aztán a Ryanair lemondta a jegyet, mert hogy Wizz Air lemondta a jegyünket, és az utolsó pillanatban döntöttük el, hogy akkor mégis jövünk. Többeket megkérdeztünk, akik azt tanácsolták, hogy nyugodtan jöjjünk, mert hogy például Jeruzsálemben a háborúból semmit nem lehet érzékelni. Akkor kezdjük talán innen, hogy ti mit vártatok biztonsági szempontból, és ehhez képest hogy érzitek magatokat? Hát, hogy őszinte legyek, életemben először gondolkodtam el azon, hogy tényleg jöjjünk-e. Ugye te is emlékszel rá, hogy nagyon-nagyon sokat morfondíroztunk, hogy vajon mi a helyes döntés. Pláne, ahogy említetted, hogy hónapokkal ezelőtt megterveztük ezt az utat, sőt, igazából ez a helyzet, hogy egy 3 desztinációs hosszabb utat terveztünk, és ez lett volna az első állomása. Viszont mivel törölték egyet, így az egészet át kellett gondolni, és éppen ezért volt az, hogy tényleg az utolsó pillanatig halogattuk, hogy jöjjünk, ne jöjjünk. Én hát az elmúlt 15 évben nagyon-nagyon sok helyzetben jártam már az országban, tényleg a Covid nyitásnál is szinte legelsőként jöttünk el, és amikor csak lehet, akkor megragadjuk a lehetőséget, de azt gondoltam, hogy ezért ez nagyon felelősségteljes döntés kell, hogy legyen, hogy ide jöjjünk vagy sem. Nagyon erős kételjeim nem voltak, de azt gondolom, hogy szerintem azért ezt mindenki érezheti, hogy a korábbi évekhez, hát korábbi évekhez képest azért ez most egy nagyon súlyos teher, ami Izrael vállát nyomja, és tényleg érezhető is. Otthon egyébként nem tudom. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mit vártam, de az biztos, hogy a hírekből és a barátainktól kapott hírekből azért egyértelmű volt, hogy egészen más helyzetben van az ország most, mint régen. Úgyhogy azért egy némi nemű kétség volt bennem, de bizakodó voltam. Andris? Hát, hogy én különösebb elvárásokat nem fogalmaztam meg, annyit ugye azt tudni kell természetesen az izraeli biztonsági helyzetről mindig, hogy az mindig az egyik legodafigyelőbb, leginkább készenlétben álló ország, amit az ember láthat, hogyha elmegy valahova. Ugye ez már mindig a reptéren kezdődik, ahol általában mindenféle különös kérdéseknek vetik alá az embert, viszont meglepetésemre egyébként semmivel nem voltak különösebbek a kérdések, mint általában. Kicsit arra számítottam, hogy talán egy minimálisan jobban megforgatnak a nyáson, de valahogy végül nem ez lett a vége, úgyhogy ez ilyen kicsit meglepő végeredmény volt, de ezt leszámítva egyébként talán csak annyiban tapasztalható, hogy picit más, hogy tényleg az alig van turista, tehát azért a szokványos nyüzsgéshez képest szinte semmi mozgás nem lehet tapasztalni. Egyébként én is olvastam olyan sajtóbeszámolókat, hogy nem minden újságírónak sikerült bejönni Izraelbe. Azért azt hangsúlyoznák, hogy mi például egy abszolút privát úton vagyunk, tehát egyrészt saját magunk álljuk a költségeinket, nem az izraeli nagykövetség, nem az izraeli hadsereg meghívására vagyunk itt, és akik ilyen nagyon durva front helyzetbeszámolót várnának, azoknak csalódást is kell okoznunk, mert hogy ez tényleg egy privát út, és nyilván az a biztonsági rendszer nincsen körülöttünk. Ennek ellenére minket könnyen beengedtek az országba. 2 biztonsági pont volt, egyrészt Budapesten a légitársaság biztonsági főnöke mondta, hogy hát fiatalok, háború van, ti erről tudtok, vagy akkor miért jöttök mégis Izraelbe. Mi elmondtuk, hogy a barátainkhoz jövünk, tudjuk, hogy háború van, de azt mondták egyébként nekünk többen is, hogy Jeruzsálem biztonságos, illetve még az országba való bejutásnál is megkérdezték, hogy hova jövünk, miért jövünk. Akik Izraelben voltak, tudják, hogy talán más országokhoz képest is szigorúbb biztonsági ellenőrzés van, de azért én ezt nem tartom tragikusnak. Mondom, olvastam olyan sajtóbeszámolókat, akiknél ez jóval bonyolultabbra sikerült, de hát nyilván, ha valaki például korábban egy Izrael ellenes vagy szélsőjobboldali szervezetnek a tagja volt, és úgy próbál Izraelbe menni, akkor gondolom, hogy ott más
dolgokat alkalmaznak, hogy ez most jó vagy rossz, arról nem szeretnék értékítéletet, mert én nem a szélső jobb oldaliságról, hanem az izraeli biztonsági kérdésekről. Nyilván egy háborúban álló ország. Ami nekem egyébként először feltűnt, az nem is a biztonsági készenlét, hanem mi taxival jöttünk be Tel Avivból, Jeruzsálembe lévén, hogy éjszaka érkeztünk, az a nagyon nagy megrendültség és szomorúság, ami talán így benne volt a levegőben, nem tudom, hogy ezt ti mennyire érzékeltétek. Én is pont ugyanezt a szót akartam használni, amit mondtál, az a szomorúság. Tehát, hogy amikor szép idő van, és szerencsére azért most szép időnk van, van egy kis nyüzsgés a városban, lehet érezni azt, hogy így alkalomattán megtelik élettel Jeruzsálem, de az egész országra vonatkozóan én is ezt a mély szomorúságot, gyászt és a csalódottságot érzem, és amikor barátainkkal beszélgettünk, velük is akarva akaratlanul folyamatosan előjön a háborúnak a témája, és így rendesen érződik, hogy így leül a hangulat, és mindenki nagyon mélyen meg van rendülve. Úgyhogy nekem is ez volt, hogy már a reptéren is abszolút érezhető volt az, hogy megváltozott az atmoszféra, és tényleg így ehhez hasonlót én még nem éreztem. Én talán még ugyannyit emelnék ki, vagy ami nekem még feltűnt, hogy az izraeli nacionalizmus az még erősebb lett. Tehát azért meg lehet figyelni, hogy a különböző ilyen kis családi vállalkozások, shopok, kávézóknak a kirakataira fel van matricázva, vagy bring them home, tehát hogy izraeli zászlókkal. Igen, pont ma délelőtt tűnt fel nekem például egy ilyen kisebb fajta motoros konvoj, ahol hatalmas izraeli zászló lobogott a motor hátsó feléről, tehát hogy tényleg ez látható, hogy annak ellenére, hogy tényleg egy mély szomorúság ülte meg az országot, azért annak ellenére iszonyatos ellenálló képesség van az izraeli társadalomnak, és még csak annyit reagálnék a Tamásnak a kalandos országba jutással kapcsolatos megjegyzéseire, hogy valóban én is olvastam ilyen és ehhez hasonló sajtóbeszámolókat, csak én azt nem értettem meg sose, hogy miért van az, hogy főleg olyan újságok, újságírói, amely újságokban mindig nagyon szerepel a társadalmi elfogadás, a színes kultúrák tisztelete, stb. Hogy ott miért nem tudnak egy olyan egyszerű alapelvet megérteni, hogyha egy háborúban álló más kulturális övezethez tartozó társadalomba utazik az ember, akkor miért vannak meglepődve azon, hogyha teljesen más kulturális elvárásokkal, kulturális közeggel és biztonsági elvárásokkal találkoznak. Ugye egyébként ezt is fontos kiemelni, hogy ahogy mondtad is, hogy nem az izraeliek hívtak meg bennünket, de nem is a palesztinok. Tehát azért azon se kell meglepődni, hogyha valaki egy ellenséges országról szeretne beszámolót készíteni, akkor az ott ellenséges ország ellenséges országa. Háború idején az nem biztos, hogy a legbarátságosabban fog viselkedni, vagy nem biztos, hogy repesni fog az örömtől, hogy az ellenségükről szeretnének színes beszámolót készíteni. És persze most ezen lehet pattogni, hogy ez milyen igazságtalan, de hát a világ az így működik. Ha most valaki oda menne Ukrajnába, hogy az oroszokról szeretne beszámolni, nem hiszem, hogy olyan barátságosan utasítanák el őket, mint mondjuk az izraeli biztonságiak, tehát azért ilyen elvárásokat szerintem irreális támasztani. De igen, szóval, hogy visszadobva a labdát, otthon jártunk, hogy valóban az izraeli társadalomnak nagyon nagy az ellenálló képessége, és ez egyébként amúgy is mindig feltűnő volt, de most ugye háború idején talán kifejezettem. És ami még nekem abszolút szembe tűnt, az az óvatosság. Ugye Jeruzsálem nagyon nagy részén abszolút békésen él együtt a zsidó, arab és minden más nemzetiség és vallású lakosság, de most rendesen érezhető a levegőben azt, hogy egy kicsit úgy tartanak egymástól. Azt gondolom, hogy ezt egyik legjobban példálózza, hogy az állatkertben fotót akartunk készíteni, és a barátnőmnek teljes természetességgel mondtam, hogy ott az a kedves anyuka kérje meg, hogy fotózzon. És így rázta a fejét, hogy nem fog, és oldalra néztem, és akkor tűnt fel, hogy egy arab anyukáról van szó, és mondta, hogy eszében sincs utadni, és hogy abszolút nem érzi komfortosan magát, és rákérdeztem, hogy milyen helyzet a háború óta, hiszen neki 3 tínédzser fia és egy általános iskolás kislánya van, és hogy érzi magát azóta, és mondta, hogy most már azért picit jobban, de hogy eleinte konkrétan még az iskolába sem akarta elengedni őket, hiába pár perc sétára van otthonról, folyamatosan figyelte őket, és állandóan óvainti őket, tehát ezzel el tudjuk képzelni ezt az érzést, hogy milyen az, amikor a viszonylag biztonságosnak hitt életed egy pillanat alatt így darabokra hullik, és nap mint nap a 4 gyermekednek az épsége felől kell aggódni. Úgyhogy ez az óvatosság, és ez a félelem, ez abszolút ott van az emberekben, szóval tényleg azt gondolom, hogy tapintani lehet a levegőben. Ugyanakkor meg talán érdemes kiemelni azt, hogy itt Jeruzsálemben, és hangsúlyozom, hogy Jeruzsálemről van szó, az élet az
megy tovább. És szerintem annak ellenére, hogy nagyon megrendült a társadalom, mindent megtesznek azért, hogy felálljanak, felemeljék a fejüket, és éljék tovább az életüket. Tehát mi itt egyébként azért azt elmondhatjuk, hogy van egy nyomasztó hangulat, jóval kevesebb a turista, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szinte nincs turista rajtunk kívül, vagy hát nagyon... Más zarándoklatokra jönnek sokan, valamilyen viszonylag sokan, tehát van egy-két nagyobb csoport, de ez a régi nagy nyüzsgés, például a Bazár negyedben, az Arab negyedben, az teljesen non-existens. Tehát, hogy most vasárnap van, amikor beszélgetünk, akkor például az Arab negyedben ilyen, a bazárban ilyen forgalmi dugók szoktak gyalogosan kialakulni, most simán átsétáltunk, de hogy ennek ellenére például sokan kérdezték, hogy lehet-e jönni Jeruzsálembe, és bár nagyon felelősség teljes kérdés ez, és nem ismernék ilyen igent vagy nemet mondani ex-katedra, de azt mondom, hogy mi most, amíg itt voltunk, a háborúnak a szeléből Jeruzsálemben, mondom az érzelmi részén túl, semmit nem éreztünk. Igen, erre reagálva, amit mondasz, hogy kinek ajánlod, meg nem ajánlod, én is azt gondolom, hogy ha valamikor, akkor most abszolút szükség van józanságra, tehát, hogy több ismeretségi körülben többen voltak, akik jöttek volna, én is, akinek élet első útja lett volna, és eleve az utazási iroda vissza is mondta, meg ők is biztonságosabbnak érezték azt, hogy ne jöjjene. Tehát én is azt gondolom, hogy nagyfokú figyelem kell. Abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, hogy mi szerencsére itt biztonságban vagyunk, nyugodtan jól érezzük magunkat, de azért ehhez tegyük hozzá, hogy kell az elmúlt több mint 15 évnek a tapasztalata. Tehát, hogy valaki biztos, hogy nem most kezdjen el itt turistáskodni ilyen környezetben, mert azért ez nem éppen feltétlenül alkalmas idő arra, de ha valaki tapasztalt, többször járt már, akkor ez megint csak egy más helyzet. Meg amit talán még ide megint csak hangsúlyoznék, és tényleg nem akarom ezt túl hangsúlyozni, de ugye ezek a, engem őszinte leszek most tényleg teljesen érzelemmentesen, de most utólag így megfogalmazva, azért engem még kicsit azért felhúzott az a pár sajtóbeszámoló, mert azért az a helyzet, hogy amikor egy-két ilyen kivirágzott nyugati orchidea lelátogat a Közel-Keletre, és akkor megcsodálkozik, hogy úristen, itt más a világ, azon azért, tehát hogy még ha valaki mondjuk úti beszámolós kontentet gyárt, vagy travel vlogger, vagy valami, még ott is az van, hogy az ember az alkalmazkodik az adott kultúrának a sajátossága, jössz, tehát nem fog oda menni Iránba, és kezdek el pattogni nőként, hogy miért nem csinálhatok ezt meg azt, pedig holott ugye... Lehet, jó, igen, ez fontos kiemelni ezt a részletkérdést, de hogy egyébként, tehát hogy persze az igazságérzetét az embernek sértheti különböző elem meg dolgok, de azért mégiscsak arról van szó, hogy teljesen másik kultúra, és azért, ja, és akkor ehhez kapcsolódóan viszont tényleg fontos azt is kiemelni, hogy Izraelben ugye nagyon hosszú évek óta élnek együtt az arabok, a zsidók, a muszlimok és a keresztények, stb. Tehát, hogy itt azért van ennek egy együttélési kultúrája, és azért tényleg megdöbbentő azt látni, hogy ebbe egyébként tényleg egyfajta ilyen ridegséget, nem mindenhol, mert azért látszik, hogy az élet azért nagyon sok helyen megy tovább, de azért az látszik, hogy ez az egész október 7-i terrortámadás és az azt követő háború azért behozott egy olyan ridegséget azért az emberek közé, ami azért előtte nem volt ott, és ezt is azért szomorú látni, mert ti alá tudjátok támasztani, hogy amikor én korábban elsőként jártam itt, akkor az egyik első dolog, amit megfogalmaztam, az volt, hogy milyen elképesztő, hogy egy nyugatias társadalomban így tud együtt élni 4-5 különböző kultúra úgy, hogy ahhoz képest, hogy amúgy mennyi konfliktus pont lenne, ahhoz képest viszonylag békésen élnek, és azért az szomorú látni, hogy ezt a fajta harmóniát, ezt, ha egyetem volt ilyen, de azért szerintem egy minimális szinten volt, ezt azért megtörte ez az egész, a támadás és a háború. Akkor itt behoznék még egy szempontot, hogy említettétek az alkalmazkodási képességet, hogy nagyon érdekes a fegyverviselésnek a megítélése, hogy itt most a civil lakosságból is nagyon sokan az oldalukon gépfegyverrel sétálnak. Pont Andrissal elmentünk egy pizzériába, és akkor ott néztük, hogy a fiú meg a lány randíznak, és akkor a fiú lába alatt ott van a gépfegyver, vagy apuka a két kicsi lányával, és ott lóg az oldalán a fegyver. Szép nagy gépkarabé, igen. És hogy van, aki már emiatt, én olvastam ilyen úti kritikákat, hogy emiatt ezt feszélyezve érzi magát, és hogy rossz látvány ez, és jaj, nem tudom, bennem meg pont azt erősítette, hogy itt, hogyha most történne az utcán valami, egyrészt már elriasztja szerintem az elkövetőt, legalábbis olyan nincs, hogy normális elkövető, de az elkövetők egy részét, aki talán józanabbul átgondolja az okokhozati összefüggéseket. Szóval, hogy ez az érzés volt, mert
ez tényleg ad egyfajta biztonságot, és egyébként pont Robert C. Kesterrel beszélgetünk, hogy nagyon szigorú fegyvertartási szabályok vannak, tehát nem tartott, nem az, hogy mindenki bemegy a boltba, és akkor kérek 2 kiló gépkarabét, hanem nagyon szigorú szabályok vannak, és például ilyen zsúfoltabb, vagy nagyobb tömeggel rendelkező utcákon kifejezetten jó érzés volt látni azt, hogy ott is van fegyver, ott is, és ha bármi van, akkor meg tudnak állítani például egy ekmokfutót. Igen, örülök egyébként ezt mondod, mert emlékszem, ezt én mondtam is neked, hogy ez tökre vicces így megfigyelni, hogy egyfajta divat tartozék lett most már itt a fegyver. Tehát, hogy az például, hogy valakinek a hátára rá van, hogy oldalfegyverként oda van rakva egy pisztoly, ez teljesen természetes, tehát az már az a kategória, mint hogyha valaki órát hordana, és akkor attól függően, hogy mekkora méretű és típusú gépkarabé van rajta, az ilyen olyan különböző menőségi szinteket lehet megütni. És most persze most egy kicsit túlhumorizálom, de ezek közben mégis az van, hogy elsőre nekem is az a kérdés merült fel, hogy hát itt ilyen könnyűek a fegyvertartás szabályok, és a többi. És nem, mert megkeresztük Kesztát, mondtam, hogy egyáltalán nem, itt ez a világ egyik legszigorúbb fegyvertartási rendszere van, csak az a különbség, hogy itt valóban mindenki volt katona, vagy mindenki katona, és emiatt pont megfelelnek az ennek a szigorú fegyvertartási jogszabálynak, és nem akarok túl messzire menni, de pont azt említettem ezt követően Tomásnak, hogy azért abban ijesztő belegondolni, hogy most itt ugye Izraelben megtörtént október 7-én egy hatalmas tragédia, viszont az ország egyszerűen a társadalmi berendezkedésénél és a képzettségénél fogva tudott reagálni, képes erre reagálni, és a társadalmi szerveződés is olyan, hogy meg lehet nézni a beszámolókat október 7-éről is, hogy a kibucokban szinte azonnal fegyveres csoportok rendeződtek, és tudtak ellenállni és harcolni. De ma most képzeljük el ugyanezt a helyzetet egy nyugat-európai nagyvárosban, mondjuk Frankfurtban, hogy ott is fogja magát egy-két szélsőséges iszlamista elmebeteg és elkezd gyilkolni, akkor való vajon képes lesz az adott társadalmi közeg erre megfelelően reagálni, és nekem az volt itt az első benyomásom, hogy valóban ez egyfajta biztonságérzetet ad. Lehet, hogy ez szürreális bizonyos embereknek, de nekem az, hogy láttam, hogy az emberek itt fel vannak fegyverezve, képesek reagálni, képesek ellenállni, ez egyfajta nyugalommal tölti el az embert, ahelyett egyébként, hogy félne, lehet, hogy csak én vagyok így, de ez egyébként ez egy ijesztő jel egyébként a nyugati társadalmaknak is, hogy ugye nagyon sok helyen ugye már rég nincsen sorkatonaság, a fiatalok nagy része képtelen harcolni, fegyvert nem bírnak kezelni, stb. És azért ez is egy érdekes kérdést vett fel, hogy főleg a jelenlegi migrációs, illetve kulturális helyzettel Európában képes-e az adott társadalom megvédeni magát, és ugye nagyon sokan hát savazzák emiatt az izraeli társadalmat, hogy katona nemzet, stb. De hát azért nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak ők fogadtak a jólóra, és ők azok, akik helyesen reagáltak. Ami még nagyon szembetűnő, hogy van egy kifejezés, amit itt rengetegszer használnak, ez pedig a because of the situation, tehát a helyzet miatt. Tehát nem azt mondják, hogy a háború, meg a mit tudom, megöltek minket, meg ilyenek, hanem szituációnak mondják azért alapból, és mintha kerülnék, tehát mintha így körbeírnek, de ha zárva van a bolt, hogyha valami korábban zár, hogyha valami rendezvényt nem tartanak meg, és még sorolhatnánk, akkor ezzel érvelnek, és azért elég sokszor botlunk a because of the situation helyzetekbe, tehát van ennek nyilvánvalóan lenyomata. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy azért ugye nem csak Jeruzsálemben voltunk, hanem Robert C. Kesterrel ellátogattunk a szíriai, libanoni, izraeli hármas határra, és a Golán fennsíknak a környékére is, aminek talán megint egy más atmoszférája volt, bár azt is érdemes ismét hangsúlyozni, hogy ott is zajlik az élet. Tehát ugye itt azért érdekes ez, mert pont az északi határnál, ahol mi is kalandoztunk, előtte 2-3 nappal egy rakétavetővel majdnem kilőttek egy személygépjárművet, és csak a sofőr lélek jelenlétén múlt. Igen, és ott, mi is ott voltunk, és én például nem tudtam elképzelni, hogy itt körülöttünk tényleg bármikor meghalhatunk, vagy hogy itt tényleg lőnek, vagy hogy itt mindennaposak, tehát hogy valahogy annyira ezek ilyen rejtett bugyrok addig, amíg az ember ezt nem tapasztalja testközelből, és mi nem tapasztaltuk testközelből, hogy Izrael egy állandó háborúban álló ország, de valahogy ezt a háborút megtanultak ezzel élni, és hogy valahogy így, minthogyha az egész az így el lenne ásva a mélybe, persze bármikor kitörhet. Igen, abszolút én is azt gondolom, hogy mondasz, hogy az embereknek a vérében van ez élni akarás, és mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy evakuálják a településeket, de mégis ott vannak. Mert hogy mi is, ahogy oda mentünk, egyértelműen látszott, hogy a legtöbb kávézó be van zárva, csak néhány bolt van nyitva, de ugye mégis vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy köszönjük szépen, mi itt maradunk, és harcolni fogunk, és küzdünk, mert nem lehet eltávolítani minket a lakóhelyeinkről, és persze nyilván a felelősség teljes döntés az, hogy
az édesanyán, kisgyerekek, idősek menjenek el, de hogy elképesztő, hogy családos férfiak is hajlandóak visszamenni oda, és ott maradni, hogy a jelenlétükkel is demonstrálják, hogy őket nem lehet elkergetni az otthonukból. És ahogy mondod, ez az élni akarás egybe vegyítve a szomorúsággal és a csalódottsággal, és azt gondolom, hogy egy annyira ilyen nagyon érdekes, komplex érzés volt, ahogy ott végigautóztunk, ennek az egyvelege, hogy ez a hihetetlen mély békesség, de mégis a felszín alatt ez a nagyon mély feszültség is, tehát ennek a kettőssége, ez tényleg elképesztő volt, számomra is lenyűgöző ez az élni akarás. Ezeket érdekes volt megfigyelni, hogy ettől függetlenül ott voltak a háborús nyomok. Tehát amikor elmentünk mondjuk ott autóval pont a kiürített városrészeken vagy falu részeken, akkor azért ott volt, hogy a Robert is mutatta, hogy hát egy pár nappal ezelőtt ott becsapódott egy rakéta és leégette a fél lakónegyedet, stb. Tehát hogy azért ezek ott voltak, de közben tényleg az volt, hogy ott voltak nyitva üzletek, az emberek ott szintén éltek, és persze nem volt ugyanaz a nyüzsgés, meg látszott azért, hogy volt egy helyen szellemváros hangulata az egész településnek, de közben azért az élet meg egyáltalán nem tűnt el. Egyébként szürreális volt, miután ugye visszajöttünk, az ember megnyitotta a híreket, és akkor éppen Natanya Bunt azt fejtegette, hogy annak a határnak a helyzetét szeretné abszolválni, és egyszer is mindenkorra megoldani, ha éppen voltunk. És azért ez is érdekes volt, hogy ez egy létező probléma Izrael életében, mind politikai, mind biztonságpolitikai kérdés, de mindeközben meg az van, hogy egyáltalán nem akadályozza akkora mértékben az életet, mint mondjuk egy hasonló konfliktus esetében mondjuk a világ más pontjain esetleg meg lehet figyelni. Egyszerűen erre én is csak talán azt tudom így magyarázatként megtippelni, hogy tényleg azon, hogy már együtt élnek a háborúval évek óta az izraeliek, és ennek következtében már egyszerűen része lett az ottani életnek. És azért hangsúlyozzuk, hogy most nem Gázáról van szó, mert hogy jöhetnének a kommentek, hogy persze a gázai civileknek mennyivel nehezebb a helyzetük, és ez bizonyára így van, de ugye most a libanoni-izraeli határról beszélünk, ahol azért Libanonból érkeznek folyamatosan rakéták, és Libanonból érkeznek folyamatos támadások, és ugye ezt is feszegettük, hogy vajon mi lesz a következő lépés, hogy vajon Izrael megoldja a libanoni kérdést, mert ugye most tényleg evakuálva vannak teljes települések, ugye pont Robert Cikászta mesélt el, hogy ezek az evakuált embereknek egy része a holttengeren van szállodákban, ami elsőre lehet, hogy jó hangzik, de ha mondjuk anyukaként 4-5 gyerekkel be vagy zárva egy hotelszobába, a férjed meg mondjuk éppen katona, azért az nem feltétlenül életed nyaralása a holttenger partján, és valamikor nekik vissza kéne menni ezekre a településekre, de ugye jelenleg nem lehet garantálni ezeknek a településeknek a biztonságát. És ugye a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy hát ez a háború azért a turizmust eléggé megviselte, ezt ugye mi magunk is látjuk, hát nagyon ritkán futunk bele turistába, másrészt 300 ezer ember van legalább besorozva, ők hiányoznak a gazdaságból, és azért Izrael nem egy nagy ország, 10 millió körülbelül most talán ugye összesség 10-11 millió Izraelnek a létszáma, ugye ez folyamatosan növekszik, tehát nehéz pontos számot mondani, de hogy akkor melyik van előrébb, hogy a északi határtelepülések végre normálisan tudjanak újra működni, vagy hogy tehát a most besorozott emberek végre haza tudjanak menni a családjaikhoz, szóval ez egy nagyon nehéz helyzet. Én úgy érzem, nem tudom, ti hogy vagytok benne, hogy azért ott Libanonnál is benne van a levegőben a háború, és szerintem előbb-utóbb, és hát egy erre utalnak is döntéshozók, miközben az amerikaiak ezzel, azt látom, hogy ezerre próbálják megakadályozni, hogy ott is háború legyen. Szóval, hogy a másik érdekes élményem nekem az volt, hogy éppen ott voltunk a hármas határ környékén, amikor olyan köd szállt le, hogy szerintem én még életemben nem láttam akkora ködöt, tehát tényleg, mint egy felhő leereszkedett volna, és akkor láttam a Robin is, hogy ő is azért úgy megijedt, és úgy látszott, hogy ez nem játék, hanem, hogy itt egy olyan helyen szállt le a köd, ahol bármikor lőhetnek ránk, és igyekeztünk minél előbb elhagyni a területet. Ugye azért is fontos egyébként a libanoni határkérdéssel, mindemellett egyébként, hogy ami Gázában zajlik, az szintén drámai és szörnyű, hogy sokkal nagyobb a veszély. Tehát, hogy a Hezbollah az sokkal jobban fel van szerelve, sokkal komolyabb haditechnikai és hadászati apparátussal rendelkezik, mint a Hamász valaha rendelkezett, és egyébként nagyon sok elemző egyébként ezt is megjegyezte, hogy Izrael ebben is egy kicsit egyébként hibázott és bealudt a kormánynál közvetlenül a támadást megelőzően, hogy akárhányszor különböző konferenciákon járt az ember, meghallgathatott ilyen biztonságpolitikai eligazításokat vagy beszámolókat, akkor mindig a Hezbollah volt az, ami a kiemelt probléma volt, és amivel Isten igazából foglalkoztak, és a Hamas az mindig a kis testvér, a kicsit ilyen lenézett
alacsonyabb rendű szervezet, szervezet volt, akinek nincsenek akkora hadászati lehetőségei, és hogy láttuk is egyébként azok, ami október 7-én történt, az nem is hadászati volt, tehát azért ebben igazuk volt az izraeli megközelítésben, de azért azt is látniuk kellett, hogy ott sem lehet bealudni a kormánynál, és ugye a Hezbollah esetében is, ugye, ahogy mondtad is, az Egyesült Államok is nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy ezt megakadályozza, hogy eszkalálódjon a helyzet. Egyébként ugye szóltak erről a sajtóbeszámolók, hogy amúgy nem is a gázai konfliktus miatt került oda például két amerikai anyahajó a környékre, hanem egyszerűen nemes egyszerű oknál fogva azért, mert a libanoni határ helyzete volt az, ami akkora feszültséget okozott, hogy még az Egyesült Államok is úgy látta jónak, hogy jobb oda katonai erőt csoportosítani. És még arra utalnék csak nagyon röviden vissza, amit mondtál a gázai helyzetről, hogy valóban azért mielőtt már látom egyébként a mérges kommentelőket, hogy mi most a békés izraeli civil társadalomból próbáljuk megfejteni a háborút, és hogy persze Gázában történik az igazi mészárlás valóban, tehát ott tényleg elképesztően embertelen helyzetek alakulnak ki, de azt is látni kell, hogy Izrael állampolgárai között van arab, palesztin, zsidó, keresztény, kurd, tehát millió náció, és mindegyiknek ugyanazok az állampolgári jogai vannak, ugyanazt az életet élheti itt Izraelben, és jelen pillanatban azt is fontos kiemelni, hogy ez a háború ez nem a zsidók és az arabok között zajlik, ez a háború az Izrael és a Hamász között zajlik, és ezt csak azért tartom fontosnak kiemelni, mert ezt egyébként ezt a fajta álláspontot, hogy Izrael a végtelen elnyomó és az, aki igazából a szegény palesztinok életét megkeseríti, ezt egyébként nagyon sokan túl egyszerűsítik. Én sem akarom most itt feltétlenül egy pár percben, fárt perc alatt megoldani a világ egyik legnehezebb konfliktusának kérdését, de amit viszont mindenképpen látni kell, hogy Izrael az egy demokratikus berendezkedésű állam, aminek szavazó polgárainak nagy része egyébként palesztin és arab, és ugyanazokkal az állampolgári jogokkal rendelkezik, és ezt az államot, ennek az államnak az állampolgárait támadta meg egy terrorszervezet, és természetesen lehet itt vitatkozni arról, hogy mi az arányos reakció, mi a reakció, stb. Ez is egy mély kérdés vetne fel, de azért azt egyáltalán nem lehet állítani, hogy itt hát a megtámadott fél és a támadó fél között bármilyen jellegű egyenlőséget lehetne húzni, és valóban mindig vannak civil áldozatok, de azért a végeredmény az mégiscsak az, hogy egy demokratikus államot támadtak meg, és egyébként nekem Izraelben mindig is ez volt amúgy szimpatikus, hogy egymás mellett tudott élni a palesztin és a zsidó egyenlő jogok mellett, és hát valamilyen szinten mégiscsak ezt a politikai ideját érte maga a támadás is. Kicsit még visszautalva arra, amit mondtál, ami így a gazdaság újraindítása is hasonlók, hogy amúgy tényleg iszonyatosan nagy dilemmában van a kormány, és nagyon nehéz lehet eldönteni, hogy igazából mit csináljanak, hiszen szeretnék egyszer és mindenkorra lerendezni ezt a helyzetet, de hogy ennek azért nagyon komoly ára van, hogy az átlag lakosság, a polgárok, hogy mit tudnak tenni, rengeteg bolt sokkal hamarabb bezár. Idegenvezető barátnőmmel beszélgettünk, hogy tulajdonképpen évek óta nincs rendesen munkájuk, először volt a Covid, most itt van ez a háborús helyzet, és hogy igazából rendesen nyomorgatva van a társadalom, és hogy ezt a dilemmát feloldani, hogy akkor mit csináljanak, hogy minden áron legyen megoldva, vagy akkor inkább hagyják még egy kicsit húzódni, és lassabban, tehát hogy tényleg nagyon nehéz, és ugye megint csak nem így a nagy átlagra, hanem a hétköznapi emberek szemszögéből nézve, ezért egy elképesztően nehéz helyzet nekik, hiszen alapvetően az ország nagyon nagy része azért a turizmusra épül minden szempontból, és tényleg látni azt, hogy hamarabb kell bezárni a boltokat, a múzeumok is rövidített nyitva tartással vannak, tehát hogy abszolút visszavettek a tempóból, ami azért nem tudom, hogy mennyi ideig tartható fent. Ami még számomra nagyon érdekes, az Benjamin Netanyahu-nak a megítélése, hogy miközben a nyugati sajtót olvasok, ott nagyjából már el is temették, meg mondják, hogy itt mindenről ő tehet, ez a nyugati hozzáállás. Ha meg itt izraeli emberekkel beszélgetünk, és tényleg azért beszélgetünk vallásos zsidóval, nem vallásos zsidóval, taxisofőrrel, sokfajta teljesen más típusú emberrel, egy teljesen más társadalmi státuszban lévő emberrel, és az, ami közös volt bennünk, hogy egyik sem temette Netanyahut. Tehát azt mondták, hogy igen, biztos, hogy hibázott, ezt így talán mindenki elismerte, ugyanakkor nem csak egyedül őt terheli a felelősség, és hogy azt mondták, hogy mindenki szinte azt mondta, hogy ők egyáltalán nem biztosak benne, hogy egy következő választás ne nyerne meg Netanyahu, mert hogy a társadalom érzékeli azt, hogy itt azért ez egy összetettebb kérdés, nincs feltétlenül olyan ellenfele, tehát hogy érdekes, hogy itt az izraeli ember mit mond. Emlékszem, hogy a taxisofőr volt az első
munkatársa, akivel erről beszéltünk, ő haragudott Netanyahura, tehát ő mondta az F betűs szót meg minden, de mondjuk ő Hamasra is mondta, hogy mindenkire mondta, tehát hogy volt egy harag, de az, hogy belebukhat-e, azzal kapcsolatban még ő sem volt biztos, mert hogy látom, hogy egy kicsit olyan ez, mint Magyarország, ahol szerintem az emberek többsége nem szerelemből szavaz a Fideszre, hanem azért, mert egyelőre az ellenzék nem mutat alternatívát, és hogy itt is az van, hogy minthogyha nem igaz ellenne kormányzóképes alternatíva. És ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ha Netanyahu ezt a helyzetet megoldja, nagyon kemény helyzet ez, tehát szinte lehetetlen megoldani, vagy hogy 100%-osan biztos nem lehet megoldani, de ha esetleg sikerül itt eredményeket elérni, akkor ő úgy vonulhat be a történelembe, mint hogy nagyon fáj, életünk legkeményebb csapását szenvedtük el, de nagyon keményen megoldotta. Nem tudom, ti hogy látjátok, hogy láttok-e egyébként esélyt a megoldásra, meg hogy mit gondolnak az emberek? Nekem csak így ehhez kapcsolódva nagyon érdekes, hogy az embereknek mintha ilyen kegyelme vagy irgalma lenne Bibihez. Tehát, hogy ilyen tök érdekes, hogy egy ilyen helyzetben vannak, amikor pattanásig feszülnek az idege, és tényleg káromkodva üvöltözhetnéne, és mégis teljesen józanul bevallják ők is, hogy ez annyira irgalmatlanul nehéz helyzet, hogy igazából ezt senki nem tudná rendesen megoldani, és ki az, aki ezt láthatta volna előre, és ahogy mondtad, persze van felelősség, és tudják, hogy ki, miben, hol hibázott, vagy hibázhatott, de hogy mégis elképesztő, hogy ebben a borzalmas helyzetben is teljesen józanul azt tudják mondani, hogy bárki ülne ott, és senki nem tudhatná ennél jobban csinálni, és hogy itt teljesen tényleg azt tudnám mondani, hogy irgalommal fordulnak hozzá, ami szerintem megdöbbentő egy ennyire sebzett, gyászoló és tényleg fájdalommal teli helyzetben. Persze biztos, hogy vannak olyanok, akik kifejezetten Bibi ellen vannak, ugye tüntetések is zajlanak, tehát ez is egy összetettebb helyzet, de mondom, mi akikkel beszéltünk, és nem az volt, hogy csak a Likud fanokat meg, és azt szerintem akikkel beszélünk, nem is feltétlenül tudjuk, hogy mik a politikai preferenciáik, tehát nem az van, hogy csak egy ilyen szűk közegben mozgunk, de hogy itt úgy tűnt, hogy az átlag ember, mert szerintem milyen átlag emberekkel beszélgettünk, ők kifejezetten megértő. Igen, meg megint csak arra utalnék vissza, amit a palesztin versus zsidó, Izrael versus Hamas kérdésnél is említettem, hogy itt ez sem fekete-fehér kérdés. Tehát a külföldi sajtó az általában előszeretettel szeretné úgy lefesteni, mint hogy Benjamin Netanyahu nagy bukott, és akkor majd nem sokára megeszik őt politikailag reggelire. De azért azt is látni kell, hogy mindannak ellenére, hogy egyébként Izraelben a háborút megelőzően soha nem volt akkora társadalmi megosztottság, mint korábban. Tehát hogy iszonyatos mennyiségű tüntetések voltak, természetesen a Netanyahu ellenes tüntetésekről nagyon komoly beszámolók és extenzív videófelvételek készültek, de ezúton megsúgnám a hallgatóknak, hogy egyébként körülbelül ugyanannyi ember tüntetett ugyanezek mellett az igazsági reformok mellett is, tehát hogy így érzékeljék azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki vagy valakik gyűlölik Bibit, gyűlölik a Likudot, gyűlölik Netanyahu, illetve esetleg a zsidó nacionalista szövetségeseit, hanem azért ennek a tökéletes tükör ellentetje is megvolt a társadalomban. Viszont azért azt is látni lehetett egyből a háború kitörését követően, hát hogy azonnal és elképesztően határozottan zárt össze az izraeli társadalom, napokon belül megalakult a válságkormány olyan politikai vezetőkkel, akik egyébként még korábban még egymás torkát folytogatták, és megjegyzem, valószínűleg a színfalak mögött továbbra is folytogatják, viszont Izraelben, ahogy beszéltük, itt olyan hosszú idők óta zajlik a háború, hogy ez mindent felülír. De egyébként elképesztően látványosan, tehát ez még szakértőnek se kell lenni, hogy ezt valaki megállapítsa. Az izraeliek alapvető gondolkodás az onnan indul ki, hogy hát mi lesz a biztonsága, mi lesz az ország aktuális helyzetével, és minden más másodlagos, és ezután következik. És egyébként ezért is fontos megint csak kiemelni azt, amit korábban is mondtam, hogy Izrael az nem egy, tehát hogy persze Izrael egy zsidó állam, de nem csak zsidókból álló állam, hanem egy elképesztő színes társadalma van, és ezért az arabok és a többi más etnográfiai csoport, demográfiai csoport, akik az ország részét képezik és szavazó állampolgárok, ezek is szavaznak, és ezek is döntenek, és azért azt is lehetett látni, erről egyébként elemzések is szólnak meg, ha valaki esetleg rákeres, nyugodtan tegye meg, az interneten is lehet látni például arab-izraeliek véleményét például a háborúról, hogy azért ott is elég határozott álláspontot fogalmaznak meg, tehát például, most csak egy példát említsek, meg körbejárta az internetet egy olyan videó, ahol egy arab-izraeli csávót kérdezgettek, hát azt hiszem talán valami újság, vagy valami TikTok csatorna, ezt most engedjék meg a hallgatók, ezt nem tudom konkretizálni, de a lényeg az volt, megkérdezték, hogy mi a vélemény a Hamászról, mi a vélemény a háborúról, mi a vélemény a Gázáról, és hát az a helyzet, hogy
eléggé, tehát ilyen nagyon komoly rémült arckifejezéssel magyarázta az arab csávó, hogy hát nekik nem kell a Hamász, nekik nem kell Gáza, nekik nem kell, mindenki maradjon ott, csináljanak azt, amit akarnak, csak hagyják őt végre békén, hagyják őket békén, ők biztonságot szeretnének. Egyébként megjegyzem, Izraelben tényleg komoly lehetőség van mindenkinek, tehát hogy az is látszik, hogy aki tényleg normális életet vállalkozni szeretne, dolgozni szeretne, karriert szeretne csinálni, bárki megteheti Izraelbe. És az a helyzet, hogy ezeken a beszámolókon is látszott, hogy nagyon sok esetben a külföldi sajtó elképesztően túlegyszerűsíti, és egy demográfiai, egy etnikai konfliktust akar csinálni ebből az egész háborúból, holott egyébként nagyon sok esetben egy technikai kérdés igazából, hogy egy terrorszervezet megtámadott egy államot, amely védekezik, és itt is igazából ez látszódik szerintem a politikai lecsapódásában is ugyanennek, hogy ez egyáltalán nem fekete-fehér, elképesztően komoly politikai szembenállások vannak az országban, tehát egyébként erről az Ultrahang csatornáján is, és más csatornákon is lehet extenzív elemzéseket hallgatni, de azért az is biztos, hogy itt a háború mindig is mindent felülír. Tök érdekes egyébként, hogy a gazdaság kapcsán még ezt az egyet tenném csak hozzá, hogy nem még a Hit Rádióban járt a Monopoly című műsorban egy izraeli startupokkal foglalkozó zsidó szakember, aki elmondta, hogy miközben zajlik a háború egyébként, nagyon sok katona éjjel előveszi a laptopját, és bejelentkezik a távmunkájába, és onnan folytatja azt a hétköznapi munkát, amit végez. Tehát azért az is látszik, hogy mindannak ellenére, ami zajlik, azért továbbra is az izraeli gazdaság sem áll le. Természetesen az látszik azonnal, hogy a sékel is beesett, láthatóak a gazdasági paraméterek, de azért az is látszik, hogy ha más országgal történt volna, meg lehet, hogy a baj az sokkal-sokkal nagyobb lett volna. Hát amúgy a sékel beesett, hogy kb. A forint és a sékel árfolyam az ugyanolyan, mint mi egy évvel ezelőtt voltunk itt, és hasonló, úgy nagyjából. Igen, egyébként hasonló, egy kicsit azért gyengült, de igen, elég hasonló. Mert tavaly meg 100 forint fölött volt, vagy? Nem. Most ilyen 95 forint egy sékel. Én úgy emlékszem, hogy tavaly is mindig 2 nullát raktam az árak végére. És akkor te felfelé kerekítetted, hogy jobban érez magad. Igen. Tehát, hogy összességében szerintem azt érdemes elmondani, hogy Jeruzsálem biztonságosnak tűnik. Mióta mi itt vagyunk, légiriadók sem voltak, és rakétázások sem voltak Jeruzsálem irányába. Azért máshol igen, tehát már Jeruzsálemtől nem messze is akár. Tel Avivnál, Modlinnál és más városokban is halljuk azt, hogy ilyenkor le kell vonulni az óvóhelyekre, megszólalnak a szirének, szóval ez megint egy teljesen új helyzet. Jeruzsálemben ilyet nem tapasztaltunk. A turista helyek egyébként látogathatók, összességében néven van, ami zárva van. Ma például terveztünk elmenni Siló nevű településre, ami szintén egy nagyon érdekes település, és arról akár egy külön adást is lehetne csinálni, ha eljutunk oda, mert hogy ott vannak a vörös tehenek, amelyeknek külön történetük van, erre a hallgatók keresenek rá az interneten inkább, mert ezt nagyon nehéz lenne így elmondani. Ott például most nem jött a busz, de hát tavaly is volt olyan, hogy nem ment a busz Silóba, szóval vannak ilyen izgalmak, a tömegközlekedés jár, az utcák szerintem biztonságosak, ezt így el lehet mondani. Érdemes helyismerettel rendelkezni, ugye Kinga a feleségem, ő hát több mint 20-szor volt már Izraelben, ő ugye holokauszt oktatással foglalkozik, és gyerekkora óta jár Izraelbe, úgyhogy ilyen szempontból minden zegély zugát ismeri, legalábbis Jeruzsálemnek, így mi is biztonságban érezzük magunkat, de hogy szerintem Jeruzsálembe lehet jönni, bár mondom, nagy felelősség ilyet kijelenteni, mert ha meg valami történik, akkor az nem, de kellő mérlegeléssel szerintem lehet jönni. Ami még egyébként fontos, nekem azonnal szembetűnő volt, hogy megnyitottam a Google Maps-et, hogy ugye fent a kis ikonoknál látja az ember, hogy mire szeretne rákeresni, szupermarket, élelmiszerboltok, hasonló, és most a legelső, ez a Protected Space, tehát hogy tele óvóhelyek a legelső, amit rákereshet az ember. A siratófalnál és különböző helyeken is pirossal ki vannak írva az óvóhelye. Tehát, hogy ez azért egy abszolút nem megszokott dolog. Nyilvánvalóan itt ki van alakítva a házakban, az épületekben a legtöbb helyen óvóhely, de turistaként ez eddig azért közel sem volt annyira szembetűnő, mint most, hogy még a Google is mindenféle segítséget meg akar adni neked. És ahogy beszéltük, hála Istennek azért nem volt szükség rá, hogy használjuk, de abszolút látszik a felkészültség, és megint itt a fegyverekhez térnék vissza, amit említettetek, hogy én is azt gondolom, talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ez sokkal kevésbé félelmet kelt az emberben, mint biztonságért. Tehát, hogy látszik, hogy ha esetleg baj van, akkor arra fel vannak készülve, és megadják nekünk is a szükséges információt, hogy amennyire csak lehet biztonságban érezzük magunkat.
Egyébként van applikáció is, ami magyar telefonnal nem működik, de ez ilyen riasztásos applikáció. A terrorveszélyt, illetve a rakétaveszélyt is jelzi. Ezzel kapcsolatban is lehetett hallani érdekes történeteket, hogy elromlott az applikáció, és valakinek azt jelezte, hogy veszély van, és a rakéták meg a szirének nem szóltak, a rakéták nem jöttek, akkor teljesen bepánikoltak, hogy terroristák jönnek, és aztán kiderült, hogy csak elromlott az applikáció, szóval azért ezek mindig kellemetlen helyzetek, de van ilyen applikáció is, illetve erős a rendőri jelenlét, és azt is érdemes hangsúlyozni. Hát itt tartunk most, és ugye Robert C. Castell-el pont majd ezután, a felvétel után lesz egy felvételünk személyesen is, illetve a vele készült beszélgetésünk majd hallható lesz az Ultrahang csatornáján, illetve mi is tervezzük az Ultrahang című műsort, ami lehet, hogy majd előbb-utóbb elindul, mert hogy jó sok vágóképet készítettünk az itt tartózkodásunkról, de úgy gondoltuk, hogy most így ebben a 40 percben elmeséljük a kedves hallgatóknak, hogy hol vagyunk és miben volt részünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottok, ez volt az Ultrahang mai adása, Király Kingával és Longauer Andrással. Búcsúzunk, szép napot kívánunk, viszont hallásra!